a Kossuth Díjas művész Barcsay Jenő születésének 110. évfordulójára emlékeztek a szentendreiek. A jubileum alkalmából átadták a művész nevével fémjelzett elismeréseket is. A Barcsay díjat minden évben két fiatal tehetség veheti át, most ismerkedjünk meg velük. A nagymamám, az anyukám és én is hordtuk ezt a hálóinget, és ez egy ilyen nagyon fontos a én családomban, illetve hogy ezt megtaláltam. Voltam Olaszországban ösztöndíjasként, még Erasmus-szal az egyetemről, és hát azért akkoriban egy kicsit megsajdult a szívem, amikor hazajöttem, tehát hogy ez egy kicsit vadabb vidék, de ebből kell táplálkozni, mert pont akkor lesz a saját íze meg, tehát én mondjuk így állok hozzá, tehát inspirációnak élem meg a nehézségeket. Két fiatal tehetség, Kántor Ágnes és Király György, 2009 Barcsay díjasai. Na de kezdjük az elején. A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány minden évben pályázatot hirdet fiatal képzőművészek számára. A beküldött portfóliók közül a kuratórium dönti el, hogy melyik az a két művész, aki érdemes a kitüntetésre. A Barcsay díj átadására minden év januárjában a Szentendrei Barcsay gyűjteményben kerül sor. Az idei a 21. ünnepség, amelyen Kántor Ágnes és Király György vehette át az elismerést. Mindkét festő a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett. Ágnes a tájképekből kiinduló alkotásaiban a natura részleteket keveri az absztrakt geometrikus részletekkel. Láthatóak itt ilyen pixelszerűen felbontott részletek. Ezeket nem úgy használtam, mint mondjuk, amikor a fényképek felnagyításakor tényleg ilyen képpontokra szétesik a kép, hanem inkább, mint valóságsíkok, amik egymással találkoznak. György Barcsay Jenő kései munkásságát kedveli. A látvány érdeklés a benne rejlő belső összefüggések. Az biztos, hogy én egy viszonylag klasszikus úton, vagy legalábbis az anyagon keresztül indultam, tehát hogy rajzoltam nagyon sokat, és például ebbe Krisztián Sándor nagyon sokat segített az egyetemen, tehát hogy a klasszikus rajzolási metódusokat megtanulni, mindennek a klasszikus alapján. És utána ez egyszer csak jött egy kényszer, vagy jönnek a kényszerek, hogy először kompozícióban, tehát tolni ide-oda, és hogyha ez a kényszer ez őszinte, tehát belső, akkor ugye nem lesz módoros. A kitüntetések átadása mellett a Kossuth Díjas művész születésének 110. évfordulójáról is megemlékeztek az egybegyűltek. Balogh László festőművész, a barcsai örökség egyik legnagyobb őrzője, meghatódva emlékezett a művészre. Volt egy olyan iskola teremtő mester, akitől generációk nem csak rajzolni tanultak, hanem művészi etikát, magatartást, és egyáltalán, hogy ilyen munkacentrikusak lettek. Az ünnepségen beszédet mondott a Pest megyei múzeumok igazgatója is. Sok nehézség sújtja manapság a magyar kultúrát. Próbáljuk megőrizni valamennyien a jó kedvünket, és bízzunk abban, hogy jönnek majd jobb esztendők is a magyar kultúrára, és hát, hogy lesznek még ilyen nagy alkotók, mint Barcsay mester volt. A Barcsay díjas festők alkotásaiból nyílt kiállítás február 28-áig várja a látogatókat a festők városában, Szentendrén, a Barcsay gyűjteményben.